a nagyjából észak-dél irányban futó Vietnám középső részére látogatunk el. Hue császárváros. Ez a Vietnám történetébe járatlanok számára némi magyarázatra szorul. A mai Vietnám területén az évezredek során az államalakulatok kiterjedése, elnevezése gyakran változott. A 18. század végén ezen a vidéken az Annam kínaiul megbékélt dél királyság terült el. Uralmát kiterjesztve a mai Vietnám területére az akkori király Vietnám császárának kiáltotta ki magát. Az 1000 éves kínai befolyás hatására fővárosában, Hueban, kínai mintára tiltott várost, császári palota központot épített. A 2x2 kilométer nagyságú területen eleinte földből, majd később kőből készült vastag falakkal védett, vizesárokkal körülvett területen 1803-ban kezdődött meg az építkezés. Díszes pavilonok tucatjai, kertek, medencék császárhoz méltó környezetet biztosítottak. Sajnos ma már a teljes komplexumot csak ügyes animációban tekinthetjük meg. Amíg lehetett, jól érezték itt magukat a császárok. A sikeres hadvezér, király, majd császár a Nguyen dinasztia alapítója lett, és 12 további Nguyen uralkodó követte őt a trónon. Néhány archív felvétel segít elképzelni, milyen lehetett az élet a vietnámi császár udvarában. Persze ez méretében és pompájában messze elmarad a kínaitól, de azért igyekeztek nyomába járni. Az a kicsi pedig mindeddig az utolsó vietnámi császár. Bao Dai apja halála után 1925-ben 12 évesen lett a császári cím birtokosa. Iskoláit gyermekkorától Franciaországba végezte, otthon hagyományosan öltözködött, de külföldön is élvezte a császárnak kiáró kényeztetést. A francia gyarmatosítók és a II. Világháború alatt a megszálló japánok is meghagyták címét. A kommunistáknak önként nyújtotta át királyi köntösét és kardját, és mint Win Tui polgártárs Ho Chi Minh főtanácsadója lett. Ezután egy évig Dél-Vietnámban eldökösködött. Parádékra járt, kitüntetéseket adott át, ha intettek, neki is beintettek. Meglátogatta az amerikai elnököt, aztán az amerikaiak jöttek hozzá látogatóba. Remekül tudott élni. Vietnámban nem szerették. Monte Carlóban telepedett le, francia felesége lett, áttért a katolikus hitre, jacht, autók, szerencsejáték. A Playboy császár. Csak így emlegették. Az amerikaiakkal együtt térjük vissza Vietnámba. A háború leghosszabb és legvéresebb csatájában sikerült elfoglalni a Hueyi citadellát. Há, erre mondják, kőkövön nem marad. 20 évvel később megkezdődött az újjáépítés. A Hueyi császári palota rendszer felkerült az UNESCO
kulturális örökség listájára. Rekonstruált épületek idézik vissza az egykori pompát. Az 1833-ra elkészült, 1925-ben restaurált 160 épületből csak néhány van még helyreállítva. Az épületek szerkezete szinte teljesen azonos, a díszítések szimbolikus jellegűek. A sárkányok természetesen hatalmat, védelmet jelentenek. A denevérfejjel díszített cserepek szerencsét jelentenek. A denevérek kvik-kvik így kiabálnak, ami azt jelenti vietnámiul jó szerencsét. A különleges formák mellett érdemes megfigyelni a berakások nem akármilyen anyagát is. Az épületekre jellemző a sok ablakos, sok ajtós, felnyitható oldalfal, amit természetesen a klíma indokol, és a karcsú, lapkozott oszlopsor. Rangosabb lakóknak, vagy funkcióknak arany sárkányokkal díszít. A nyitott fedélszék szintén lapkozott, a trónus természetesen aranyozott. Na most nézzük meg közelebbről egy már előbb is említett díszítőelevet. Látható, ez nagyon gazdaságosan porcelán törpelék cserepekből készül. Ezek a vietnámiak mindig is tudták, mi az az újrahasznosítás. Láthatjuk, sok még a fokhíj, van mit pótolni. A kapukat különösen díszesre készítették. Közelről jól látható a borosüveg, sörösüveg, porcelán törmelékből készült mozaik. A mesterséges tavak, medencék errefele is a fényűzés csúcsát jelent. A tátott szájú béka szépsége minket nem nyűgöz le. Virágokat ritkán látunk, de ha igen, akkor számunkra egzotikusak, szépek. Az úri vendégeket régen is, ma is kényeztetik, de mi nem vagyunk azok. Gyalogjárjuk be a területet. Az aranyhalak gazdagságot jelképeznek, pénzt hoznak. Minél több hal, annál több pénz. Itt csak úgy hemzseg. Szemben velünk a legfelsőbb harmónia temploma. Belülről is megnézzük. A hatalmas, díszes bronzkorsók az elmúlt császárok jelképes urnái. Az amerikaiak ezeket sem kímélték. A bejárati kapu fölött még megcsodáljuk a dobtornyot, a harangot, és elhagyjuk a vietnámi tiltott várost. Új központjától kissé távolabb a Parfüm folyó partján a Tien Mu pagodában jár. A hétszintes torony
Buddha 7 inkarnációját szemlélteti. 5 méter magas marcona alakok örködnek a kapuban. Az 1601-ben épült az ég királynője pagoda, Qian Mu, ezt jelenti Hué legrégebbi épülete. Több mint 400 éve járnak ide az hívők imádkozni, adományozni. A pagodához kolostor is kapcsolódik. Közgázos lányok imádkoznak a mosolygó Buddha előtt. Szívesen jönnek ide a gyerekek ebbe a bentlakásos intézménybe, ahol ingyen ruhát, iskolaszereket és ellátást is kapnak. A betűvetés, olvasás, számolás mellett megismerkednek a buddhizmus alapjaival is, és némi gyakorlatot is szereznek az önmérséklet és az egyházi szertartások területén. Találkoztunk leány vendégekkel is, bár a filmen csak fiúk láthatók. Tanulmányuk befejeztével persze kevésből válik a megpróbáltatásokat tűrő zarándok szerzetes, aki a kolostorok közötti 1000 kilométeres utat így módon teszi meg. Mi is inkább felszállunk egy díszes sárkányhajóra, és a parfüm folyón lecsorgunk a városba. A helybéli persze szerényebb hajóban tengeti az életét. Értékes szállítmány az iszap, amivel a kerteket trágyázzák. A vietnámiak 10%-a katolikus. Ne csodálkozzunk az ilyen templomokon sem. Úti célunk a helybéliek és a turisták kedvenc helye a piac volt. Itt aztán mindenki kedve, illetve kusztusa szerint válogathat. Tessék választani! A vietnámi papucs hazájában természetes, hogy pompás a kínálat vietnámi papucsból. A gazdagságot biztosító aranymacska természetesen kínai volt. Na, de nem csak papuccsal él az ember, nézzük meg, mi kerül a fazékba. A helybéli ínyenc nagyon tudja, mi micsoda, mit szeret, mennyit, miből mennyit. Mi, mint járatlan turisták, beérjük a császár vacsorájába. Thank you.
másnap aztán úgy veszünk búcsú Tuétól, hogy meg sem fürödtünk szállodánk csábító uszodájában, de hát mindenre nem jut idő. Talán majd legközelebb. A Vietnám keleti partján végigfutó országút legnevezetesebb pontján a Felhőhágon járunk. A stratégiailag nagy jelentőségű helyen vívott csatákról, bunkermaradványok, az elesettek síremlékeit tanúskodnak. A békés szándékú utazó kis szenténél adhat hálát az Isteneknek, hogy eljutott ide, és a környék szépségében is gyönyörködhet. Mi is ezt tesszük. Megjelentek a hely névadói, a fellegek. Lejjebb a vízben osztriga farm működik. Az osztrigákat rudakra fűzött, használt gumi abroncs kötegeken tenyészt. Születkor partra cibálják a gumi abroncsokat, és kiszedik belőlük a termést. Garantáltan friss, meg lehet kóstolni. Danang tengerparti pálma során robogunk. A hullámzó víz nem csábít fürdés. Szemben az amerikai tisztek által oly kedvelt China Beach. Nevét az angol China szó porcelán jelentéséről kapta. Mint már tudjuk, a vietnámiak a porcelán összetörésében élen járnak, itt a strandon is rengeteg porcelán törmeléket találtak, ezért nevezték el erre. A tiltás ellenére csak akadt egy őrült német, aki megfürdt. Tipikus, fonott helyi csóna. Nem ültünk bele. Vessük még egy pillantást a helyi tévé modern épületére. A helyi múzeum anyaga nagyon híres, no nem ezekről az egyházi relikviáktól, hanem gazdag, csámpa, nem csempe gyűjteményéről, de a csámokról bővebben majd később esik szó. A városi sportcsarnokot elhagyva, persze jóval messzebb, már a Márványhegyről pillanthatunk körbe. A hegy tetején áll a Xa Loi pagoda látványos tornya. Innen kezdve az ember el van veszve. A számunkra ismeretlen nevű szerzetesek által vagy tiszteletükre kialakított szentélyek a sajtszerűen lukacsos hegy kisebb-nagyobb barlangjaiba vannak. Az úti könyvek szerint ne fogadjunk fel lépten nyomon felajánlkozó gyerek idegenvezető. Egyet sem láttam. Bár lettek volna. Az idő előre haladtával egyre inkább úgy éreztem, maradék életem ezek között a szörnyprofák között kell eltölteni. Az asszott szerzetesektől kérdezhettem én bármit, csak bambán mosolyogtam. Azért mégiscsak eljutottunk az ősi csámpába, a csámok birodalmába. Az egykor 250 városuk közül Nisonba, a legjobb állapotban lévő templomvárosba. A 4. századi fa templomok után a 7. 10. század között 70 kőtemplom épült ezen a helyen. A sűrű dzsungeltől visszahódított, ma látható
néhány rom is mutatja ezeknek a hindu templomoknak egykori pompáját. Megrendelőik igényességét és építőik szakmai jártasságát. Viszont egyébként szép hegyet jelent. Az 1700 évig fennálló birodalomban csámul és szanszkritül írtak és beszéltek. A szakértők ma sem tudják, hogyan épültek ezek a hatalmas téglaépületek. A pontosan rakott téglafalak kötőanyag nélkül hézagmentesen készültek. Elfogadott az az elmélet, hogy nyers téglából készültek az épületek, és utólag az egész épületet kiégették. De ekkora tüzet valójában az elmélet kiötlői sem tudnak elképzelni. Ez a dombormű Bráma születését mutatja. A rom területen gyakran találkozunk nagy és nagyobb szent lingákkal, fütyinkkel. Ez a csám leányzó boldogan ölelgeti az ősök dicsőségét. Csámságát a rassz jól azonosítható jelei, a széles orr és a vastag ajkak bizonyítják. Tájékoztatásul Vietnámban 54 hivatalos kisebbség él. Még egy műszaki érdekesség. A több mint 1000 éves téglák felülete megtartja rózsaszín színét, míg az új rekonstruált darabokon a dzsungelklímában néhány év alatt megtelepednek a mikróbák és mohák és megfeketednek. Most nézzünk meg pár darabot a Da Nangi Múzeum csám gyűjteményéből. Amit az ősi templomokból, az évszázadok, az őserdő, a kígyó, pókok meghagytak, azt az amerikaiak tovább pusztították. Leszállás előtt bombáiktól megszabadulva számos templomot tettek tönkre. Állítólag a Vietcong is itt bujkált. De szerencsére ma már békésebb időket élünk. A dzsungel szélén mutatóban néhány kultúrnövényt is láthatunk. Jackfruit és kávécserje. A dzsungelben egy ösvényen a helybéliek éppen haza vagy elhajtják a teheneket. És már Hoyánban, Vietnám legszebb, legélvezetesebb városában járunk. A képek alapján talán mondanom sem kell, hogy Hoyán a lampionok városa. Miután elhelyezkedtünk kényelmes szállodánkban, körülnézünk. Az egykori csámváros a 17.-18. században Dél-Kelet-Ázsia legforgalmasabb kikötője volt. A 18. században mintegy 10.000 kínai kereskedő élt itt. Ekkor épültek az úgynevezett közösségi házak, amelyek a Kína egyes területéről származó családok, klánok gyülekező, tanácskozó és szakrális helye volt. Ma inkább templomoknak gondolnak ezeket, hiszen díszes kápolnáikat ma is adományokkal, kívánságokkal keresik fel a hívők. Az imént látott spirálfüstölők nagyon népszerűek, remélhetőleg az istenek is kedvelik. Quan Anh Thot, a könyörületesség istenasszonyát Vietnámban nagy tisztelete vezet.
A közösségi házakba díszes kapun keresztül léphetünk be, így jutunk el a szentélyig. A szentély mögött kis kertet találunk rendszerint sárkánnyal, ahol a legkisebb hívők is megtalálják szórakozásukat. Ez a csingefát cipelő asszony kétségtelenül a piacra készül, nem tudunk ellenállni. Követjük! Nagy piacra járók lévén már csak a helyi különlegességeket keressük. A szívesen kínált bételdióból nem kérünk, de a gyökérfaragásokat megcsodáljuk. A lampionok városában nehéz választani a lampionokból. Még nem esett szó a vietnámiak egyik kedvencéről, az előkeltetett tojásról. Azt a tojást kedvelik, amiben már van némi csirke. Ezért minden pénzt megadnak. Többenet Vietnám van. Déli siesta. Néhány ájult német turiston kívül senki sincs az utcán. A mindig, mindenhol zsúfolt Dél-Kelet-Ázsiában teljesen szokatlan. Ilyen is csak olyanban van. Vittyet hányva a helyi szokásnak meglátogatjuk egy több száz éves kínai család több száz éves otthonát. A módos kereskedő mai leszármazottjai csak a turistáktól zavarva, fényűzőnek számító, régi otthonukban laknak. Feszengve járkálunk a múzeumnak beillő helyen, a háziak diszkréten elbújva úgy csinálnak, mintha tudomást se vennének rólunk. Ismét az utcára érve, a Túban folyó felé igyekszünk. Feltöltődése előtt ezen még a tengeri hajók is ide tudtak jönni. Ma már vidám lampion ünnepségek színhelye. A partján lévő számos vendéglőből különösen esti kivilágításban látványos. No, de ez a folyó nem csak a gondtalan öröm forrása, hanem évente kiöntve a város lakóit a tetőkre kényszeríti. Fénykorában sok japán kereskedő és hajós is lakott a városban, ők építették a híres japán hidat. A fedett híd építését a majom évében kezdték. A változatosság kedvéért látogassunk el egy újabb közösségi házba. Vietnámban a Mahaja buddhizmus terjedte. Az átlagos vietnámi naponta felkeres egy buddhista csaót, pagodát, vagy egy dinyit, közösségi házat, és ott áldozatot mutat be. A sárkányoktól csak mi félünk.
Vietnam a felszálló sárkány országa. Estére azonban a legszorgalmasabb imzőlány, vagy szőnyeg készítő azt, hogy elfárad, és a selyemgyárban a selyemhelyiek is befejezik vacsorájukat. Az utcákon kigyúlnak a híres lampionok, és ezzel a képpel el is búcsúzunk olyantól.